az, hogy nem szakítottam félbe, és nem vettem el öntől a szót, az ne tévessze meg a tekintetben, hogy azt higgye, hogy önnek van joga törvénytelennek nyilvánítani egy demokratikusan megválasztott kormányt. Közlöm önnel a ciklus elején, hogy önnek nincsen joga ilyet tenni. Különösen nincsen erkölcsi alapja sem, miután ön szándékosan a polgárháború szélére jutatta Magyarországot 2006-ban. Ön minden létező és elképzelhetetlen bűnt elkövetett ezzel a nemzet ellen, és ezzel az ország ellen, és ezzel a demokrácia és jogállam ellen. Tehát szeretném felhívni a figyelmeit arra, hogy ez volt az első és utolsó olyan felszólása az országgyűlésben, legalábbis, hogyha én vezetem az ülést, amikor Magyarország törvényesen megválasztott kormányát törvénytelennek meri nevezni. Ha kíván még ezután valaki reagálni a kormányt, akkor csak beszélek a magadon a szót.